Egy közös gondolkodásra invitállak benneteket. Ehhez arra kérek mindenkit, hogy mondjátok ki jó hangosan a legjobb barátotok nevét háromra. Egy, kettő, három. Köszönöm szépen! Azt hallottam, hogy a legtöbb helyről egy keresztnév hangzott el. Olyan válaszok szűrődtek ki, mint Sanyi, Ivet, Nóri, Gergő, és ez nagyon jó, hiszen mindannyiótoknak van legjobb barátja. De Valóban az a legjobb barátunk, akinek a nevét most kimondtuk? Nem lehetséges, hogy inkább egy tárgyat kellett volna mondanunk? Mondjuk az okos telefonunkat, hiszen mégiscsak több időt töltünk vele, mint a legjobb barátunkkal. Van még három kérdésem, de ezek intim jellege miatt azt kérem mindenkitől, hogy csak saját magának válaszolja meg őszintén, de tényleg őszintén a következőket. Előfordult-e már, hogy kényelmesebbnek tartottál online megbeszélni valamit, mint személyesen? Volt-e olyan, hogy akkor is a kezedbe vetted a telefonodat és belenéztél, amikor egyébként semmi fontosat nem kellett volna vele csinálni? megtörtént -e, hogy egy Facebook vagy egy Instagram bejegyzést látva féltékenységet vagy szomorúságot éreztél? A pszichológiának egy új irányzata, a kiberpszichológia ezeket vizsgálja, hogy hogyan hat ránk a digitális világ, és ez milyen mentális rendellenességekhez vezethet. 3 óra 44 perc. Ezt most kihangsúlyozom nektek. Ez nem a pontos idő. Hanem az e 2019-es kutatása szerint ennyi időt tölt egy átlagember egyetlen nap az okostelefonjával biztos vagyok benne, hogy most nagyon sokan gondoljátok, hogy á, ez teljesen kizárt, én csak néha megnézek rajta valamit, alig használom. Én viszont azt mondom, hogy nagyon sokan nagyon közel lesztek a 3 óra 44 perchez. Még akkor is, hogyha ezt nem így érzékelitek. Voltak éppen úgy szippant be bennünket a digitális világ, hogy ez el sem jut a tudatunkig. Pillanat ránézek az e-mailjeimre, Bocsi, gyors beírok a csoportba. Mindez sorbanállás közben, hivatali ügyintézés közben, a buszon, a piros lámpánál, az utcán sétálva, mindenhol. Sőt, még akkor is, amikor egyébként egy barátunkkal ülünk be kávézni valahova. És így hip-hop összejön a 3 óra 44 perc. Most képzeletben meghívlak benneteket a pszichológusi szobámba. Szeretném, hogyha néhány konkrét eseten keresztül a saját szemetekkel látnátok, hogy milyen pszichológiai problémákhoz vezethet az erősödő online jelenlét. Az az online jelenlét, amely mindannyiunk életében teljesen természetes. Mindhárom eset feltett kérdések valamelyikéhez kapcsolható. Így, ha valaki ott valamelyikre igennel válaszolt, most különösen figyeljen. Reggel kilenc óra van. Nevezzük most Zoltánnak és Klaudiának, akik érkeznek hozzám. Két fiatal, akik párterápiát keresve találtak rám. Mindketten szuper munkahelyen dolgoznak, a külső körülményeik teljesen harmonikusak. Fantasztikus élményeket éltek már együtt, de mára már idegennek érzik egymást. A kapcsolati válságuk kiinduló pontja oda vezethető vissza, hogy Zoltán egyre többször vette otthon kezébe a telefonját, csak hogy gyorsan megnézzem valamit. A gyorsan megnézésből egyre hosszabb idő lett, és egyre gyakrabban. Innen pedig elindult a lavina. Klaudia azt gondolta, hogy a párjának biztosan van valakie, és neki írogat. Pedig Zoltánnak nincs senki. Csak felborult az online és a valódi világ egészséges egyensúlya. Hogy ez kivel fordulhat elő, Biztosan mindannyiótoknak van olyan ismerőse, aki sokat van online. Van ilyen ismerősötök? És az egyébként lehetséges, hogy valamelyik ismerősöd éppen téged nevez meg? 11 órakor érkezik hozzám egy nagyon csinos, nagyon igényes, kifejezetten szép fiatal hölgy, nevezzük őt Violettának. Saját magát azonban egyre csúnyábbnak látja, pedig néhány éve még fantasztikusan érezte magát a bőrében. Emiatt egyre visszahúzódóbban viselkedik, és esélytelennek látja, hogy valaha párkapcsolatot létesítsen. Nagyon hamar kiderült, hogy Violetta pontosan ugyanúgy néz ki, mint akkor, amikor még jól érezte magát. A közösségi média elterjedése ugyanakkor új viszonyítási alapokat hozott az életünkbe. Tudat alatt már nem az utca átlagemberéhez hasonlítjuk magunkat, hanem azokhoz a tökéletes fényképekhez, amelyeket a közösségi oldalakon látunk. Ezek a fényképek azonban az esetek döntő többségében jelentősen átszerkesztett képek. Egy kis ragyogásfilter, némi karcsúsítás derékban, emelés melben, bőrhibák eltávolítása, és már mehet is a poszt. Ja, hogy valójában nem úgy néz ki az illető, Mit számít, hiszen sokkal több a lájk. Like. De nagyon is számít. A pszichológiai csapda ott van, hogy a követők ezt az idealizált, valójában nem létező világot látják mintaként. És elkeserednek, hogy az ő életük nem ilyen boldog és tökéletes. Ha már éreztél szomorúságot vagy íritséget egy közösségi oldalon látott fénykép után, akkor ez a veszély rád is leselkedhet. És ez nem játék, hiszen a téves énkép súlyos önbizalomhiányhoz vezethet, melyből akár depresszió is kialakulhat. 12 órakor érkezik hozzám egy fiatal ember, aki felső vezetőként dolgozik, nevezzük őt most Balázsnak. Az életét átszövő ellentmondással keresett fel. Az internetes társkeresőkön végtelenül népszerű és kommunikatív, voltak éppen ő ezen felületeknek a sztárja, a személyes találkozások során azonban teljesen leblokkol, meg sem tudja közelíteni azt a lehengelő stílust, amit a cseten képvisel. Az online világban szupermennek érzi magát, a valódi életben pedig nem ecsek Ernőnek. Láthatjátok ebben az esetben a kettősséget, amire azért kell vigyázni, mert ebből akár többszörös diszoci diszociatív személyiség is kialakulhat. Balázs egyszerűen csak kényelmesebbnek tartotta, hogy otthonról online menedzselje az életét. Ő egy racionális ember, pontosan tudja, hogy egy időegység alatt a világhálón sokkal több emberrel tud beszélgetni, mint a valóságban. Ha unatkozik, egyszerűen csak ismerősök százaira rá tud írni, és már is nincsen egyedül. Ha feltölt valamit a közösségi oldalára, azonnal jönnek a lájkok. Az online világban tehát mindig megkapja azt a figyelmet, amit a valódi életben nem. És ezért sokkal komfortosabbnak érzi magát ott. Azonban minél inkább nem akar egyedül lenni, annál magányosabb lett, és a társas magány állapotába került. Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy milyen könnyen és észrevétlenül szippant be mindannyiunkat az erősödő online jelenlét, és milyen kevésen múlik az, hogy van, akinek lesz-e ebből mentális problémája, vagy sem. Bármelyikünk lehet az előbb említett három eset főszereplője. És hogy mi az online és az valódi világ egészséges egyensúlya? Ezt mindenkinek magának kell éreznie. Bevallom őszintén, hogy egy évvel ezelőtt az én képernyő időm 3 óra 53 perc volt. Természetesen én is tagadtam, és érveltem az mellett, hogy ez teljesen lehetetlen. De felismertem, és már már fele ennyi a képernyő időm, és most vagyok igazán boldog, hiszen személyesen beszélgetek azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számomra. És hogy mit csináltam? Használhatnék most akár nagy szavakat, hogy digitális detoxikálást hajtottam végre, de valójában semmi különöset. Egyszerűen csak elkezdtem magamat kívülről figyelni. Képzeletben odaáltam Podani Kriszti mellé, és figyeltem, mit csinál. Amikor elővettem a telefonomat sorban állás közben, hivatali ügyintézés közben, a buszon a piros lámpánál, vagy csak az utcán sétálva, egyszerűen csak megkérdeztem magamtól, hogy erre most valóban szükség van? Ha pedig akkor vettem elő a telefonomat, amikor egyébként egy barátnőmmel kávéztam, akkor kifejezetten csúnyán néztem magamra, és el is tettem. Gondoljunk csak bele, voltak éppen semmi más nem kell csinálnunk, csak az évek során észrevétlenül felkúszott képernyőidőt visszaállítani arra a szintre, amikor még volt időnk a barátainkkal találkozni, beszélgetni velük, megölelni őket, és személyesen elmondani, hogy mennyire fontosak számunkra. A digitális világ szükségszerűen magával hordozza a társas magány probléma körét. Gary Chapman óta pedig tudjuk, hogy ötféle szeretetnyelv van, amelyek között a lájkok és a hangulatjelek nincsenek jelen, tehát nem alkalmasak az emberi szeretet kifejezésére. A személyes kapcsolatokat, a személyes találkozásokat semmi sem helyettesítheti. És most fejezzük be a közös gondolkodást úgy, ahogy elkezdtük, egy lényeges változást hozzátéve. Arra kérlek benneteket, hogy mondjátok ki újra ugyanannak a legjobb barátotoknak a keresztnevét, akit néhány perccel ezelőtt említettetek. Egy, kettő, három. Mutassuk ki neki, hogy mennyire szeretjük őt, de ne lájkal like vagy csetüzenettel, hanem azzal, hogy jövő héten elhívjuk egy kávéra. Beszélgetünk egy jót úgy, mint régen, és a telefonjainkat a táskánkban hagyjuk. Én.